A karácsony közelettével mindig jobban felerősödik az emberekben az adományozási kedv, és nagyon sok szervezet van, akik küldetésként ezt felvállalják. Sokan azt gondolják, csak a nagyértékű felajánlások fontosak, de a gyűjtést szervezők arra buzdítanak, minden kis adomány óriási segítség. Az első időszakban egyrészt a országos igazgatóságunknak a munkatársai egy óriási adománygyűjtési kampányba kezdtek, ami nagyon sikeres volt. Ennek kapcsán nagyon sok terméket kaptunk különböző termelő cégektől, reklámfelületekkel álltak mellénk és segítettek bennünket abban, hogy a pandémiás helyzet miatt krízis helyzetbe került családokon tudjunk segíteni, vagy valamivel szebbé tudjuk tenni a hétköznapjaikat. Mi is itt megyei szinten szerveztünk gyűjtést, és kaptunk is pénzügyi adományt. Ez most is nagyon sokat segítene a Vöröskereszt karácsonyi adománygyűjtési és adományozási akciójában, hiszen ha pénzadományt kap a szervezet, amit kifejezetten karácsonyi csomagok összeállítására kapunk, az nekünk abban segítség, hogy mi tudjuk összeválogatni azokat a legszükségesebb dolgokat a csomagba, amivel tudjuk, hogy jó szolgálatot teszünk ezeknél a családoknál. Az összeállított csomagok alapvető élelmiszereket, mint rizs, cukor, liszt, olaj, tészta vagy félkész és kész termékeket tartalmaznak, amikből egyszerűen akár kis ráfordítással is készíthető valamilyen ebéd vagy vacsora. A csomagok egyenként 3-4 ezer forint összértékűek. Ezek a élelmiszerek, amiket ilyenkor a csomagokban beteszünk, tartós szavatossággal kell, hogy rendelkezzenek, hiszen szavatossághoz közeli élelmiszert mi már nem adhatunk ki az adománykezelési szabályzatunknak az értelmében. Erre nekünk fokozottan oda kell figyelni. Ha valaki ebben az időszakban szeretne segíteni, akkor egyrészt eljuttathatja az adományát a Nyíregyházán, a Malom utca 3 szám alá a központi irodánkba, illetve a területi szervezeteinknek az irodába, amely minden nagyobb megyei városban két területen megtalálható. Ide tudják eljuttatni, illetve lesznek gyűjtések, amiket helyi szinten igyekszünk és próbálunk megszervezni. Nyilván a szabályosság, tehát a távolságtartás és a higiénés szabályok megtartásával fogjuk ezeket megszervezni. Amennyiben egy baráti társaság, esetleg munkahelyi csoport áll össze adománygyűjtésre, és a Magyar Vöröskeresztet bízzák meg ezen adomány rászorulóknak való eljuttatására, természetesen van lehetőség akár telefonon előre is egyeztetni, ezzel is elkerülve a nagyobb létszámú csoportok érintkezését.